Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Civilization 6 Gathering Storm katasztrófák szigeteinek az 5. epizódja, és ígérem, ettől csak hosszabb nevű részeket, szériákat fogok csinálni, mint úristen, mennyi ezt kimondani. Legalább annyira nehéz, mint a Workersnek kimondani a nevét. De hölgyeim és uraim, itt vagyunk a Civ 6-nak a mezején, jobban mondva a tengerén. És még mielőtt nagyon-nagyon belevágunk, írjátok le odalent hozzászólásba, hogy szerintetek is furcsa most így a világítás, illetve a kamerám, mert amikor bekapcsoltam ma ezt a kamerát, akkor narancssárga voltam. De úgy konkrétan, mint egy túlérett narancs. És úgy próbáltam valami ilyesmit kihozni belőle. Írjátok le, hogyha ti láttok változást. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, itt vagyunk Kopéjéknál, és megpróbáljuk a civilizációnkat olyan irányba terelni, ami abszolút kedvező lesz számunkra. Előző részben lepakoltunk ide egy települést, és a mai részben is hasonlóan szeretnénk eljárni. Mennyi időd van, barátom? Rebellion 8-3rd megérdemlik. Megérdemlitek. Nagyon megérdemlitek. Fel fogom számolni, és el fogom takarítani, és ezek ide fognak letelepedni? Hát, hogyha Poundmaker-ék letelepednek ide, akkor annak annyira nem fogok örülni. Mi történik akkor, amikor szövetségben vagy két nép el, és elkezdenek háborúzni? Melyik mellé kell vajon állni? Kell vajon valamelyik mellé állni? Nem tudom, illetve ezt a területet se ismerem úgy igazából. Itt van egy kis balhé, és elkezdek én is mocsok mód gyártani telepeseket a mostani részekben, mert szerintem eléggé hátrányban vagyunk, és rá fogok kényszerülni, hogy ilyen kis fika szigetekre letelepedjek, és abszolút nem fül hozzá a fogam, ugyanis minimum egy szárazföldi kerületet le kell raknom, ami igen, a kulturális negyed. Ezt kell lepakolnom, és kezdjük egyből egy kör átadásával. Ó, nagyon örülünk a kirendeltségeteknek, az valami fantasztikus. Nyitott határok, ad nekem lőport, meg ad nekem. Miért ne? Gyere nyugodtan, haver. Oké, nézelődjél, mi a helyzet erre fele. Veled jóba akarok lenni, ha törik, ha szak. Kell is neki egyből a lőporom. Kell neki a lőporom, nesze! Vigyel a lőport. A mai részben mindenféleképpen ki kell kutatnunk nekünk is a lőport. És meg kell tanítanunk ezeknek a kalózoknak, hogy ne szórakozzanak velem. Igen, elküldtem ezt a hajót, hogy felfejleszem, szimplán azért, hogy megkapjam az Eureka bónuszt, ami abszolút jó lesz, így a későbbiekben. És készítenem kell még egyet esetleg, és Slinger volt, és nincs. Majd természetesen rámehetünk arra, hogy... Oh, hello! Hát, hello! Na. Mondom, range detek. 20-szal le is sebeztük. És egy vihar a katasztrófák szigetein, ami... Hát, itt a két nemzetnek a határán pusztít, nem tudom, hogy mekkora kárt fognak csinálni ezekbe a mezőkbe, de szerintem jóval kevesebbet, mint amennyit én szeretnék, hogy csináljanak. Na, de hölgyeim és uraim, hogy állunk hittel? Hittel annyira nem állunk most jól, és lehet, hogy kell csinálnunk néhány épületet, lehet, hogy csinálni is fogunk, ami a hitet fogja egy picikét erősíteni. De a telepesekre is gondolnunk kell természetesen, valamint arra, hogy itt hogy állunk, mindjárt mi jövünk, és megnézzük, hogy milyen mezőket tudunk esetlegesen beépíteni, ami segítség lesz. Knight-okat fogunk csinálni mostantól kezdve, hölgyeim és uraim, jobban mondva, van lehetőségünk csinálni Knight-okat. Azt mondjuk nem értem, hogy mivel lovas egység, vas kell hozzá, de ló nem. Hogy a lovat miből? Be lehet, hogy csak én tudom rosszul. Illetve, each envoice... Theater Square District Adjet bónusz, igen, housing. Change policies! Newly builder! Ez most nekünk nem kell. Az építészek, amiket csinálunk, ez tökéletes lesz. Settlers, ez kell nekünk. Újonnan vissza kell térnünk el, srácok, lányok, mert nem igazán van más lehetőségünk. Viszont berakhatjuk a Great Admiral pont helyett a Theater Square, de az eléggé kevés. Harbor District Adjet bónusz. Szerintem maradunk a Harbor Districtnél, és így fogjuk változtatni. 100 freaking 69 aranyat kapunk. Illetve van promóció lehetőségünk, available one, Waterworks mindenféleképpen, Parks and Concert Park, University City, plus one culture and plus apple, plus one amenities in the city, Parks provides plus three culture, Liang is in the city, park. Park. Kell majd esetleg, hogyha eljutunk addig a pontig. Viszont Magnust nem fogjuk használni, mert úgy konkrétan, de nem tudom, hogy mennyire kellene, a Groundbreaker az egyáltalán nem kell. Kereskedő útvonalak 20%-a több kaját hoznak, és plusz 2-t a Starting City-nél, populáció.
Settlers in the Train City már eléggé késő van, tehát most már olyan szinten vannak a településeink, hogy Magnus annyira nem produktív, az az igazság. Viszont a 80%-kal kevesebb alapanyagért vásároljuk egységet, az még működőképes is, főleg, hogyha a lőport figyelembe kell vennem, főleg, ha nincsen lőporom, amit ki tudok bányászni a földből, és valljuk be őszintén, mekkora esélye van, hogy lőporom van. Nem, de pontosan. Vejna! Plusz 3 gold per turn, each trade route passing through the city. Nem rossz, plastic culture for each, ő is jó lenne. Pingálát mindenféleképpen alkalmazni fogom, Moksát pedig, hát ő vallási irányba lesz nagyon ütőképes. Hogyha csinálok egyszer egy vallási győzelmet, akkor mindenféleképpen Moksa kapja meg a hangsúlyt, a nagyobb hangsúlyt. És Amanival lehet, hogy tudok rendetlenkedni. Amanival lehet, hogy tudok. Amanival lehet, hogy tudok, mert... hogyha a Poundmakernek a városát elveszem, úgyhogy lojalitást csökkentek drasztikusan, akkor az még az enyém is lehet. És valahogyan mindenféleképpen előnyre kell szert tegyek, hogy ütőképes legyek a későbbiekben, de Pingala az nagyon-nagyon culture in the city. Pingala, Reyna és Amani, és Pingalát fogom választani. Point! Pingala. Na, mivel a település neveket egyáltalán nem jegyeztem meg, fogalmam sincs, hogy melyik település hogy hívják, de tudom, hogy az annyira nem... Ngaruavahia. Ez teljesen jó. Fantasztikus név. Nem tudom, hogy hogyan kommunikáltak az emberek, de biztos megvolt a saját technikájuk hozzá, az az igazság. Ide is jöhetne még egy negyed. Még egy, ami a tudományt hozza nekünk. Jöhetnek a nagyobb falak. Mindenféleképpen hasznos lesz. Campus, vagy pedig Hagia Sophia 4 hit. Nem, ez nekünk nem kell. Most ez nem az a játék. Campus esetleg a hegynek a lábához, vagy ide a sivatagba, még akár működőképes is lehetne, hogyha nem a Settlers-t választanám. De én a Settlers-t választom. Oké, menjen a bombázás. Te, barátom. Nem is láttam, hogy ott vagy. Hát, hello. Jöjjön még egy adag. Az viszont lehet, hogy elkeni a szánkat, ami eléggé kellemetlen lesz számunkra. De itt vagyunk nem annyira messze, ugye? Sőt, itt még van egy óriási zóna, amit igaz, hogy a svédek birtokolnak, de nem látjuk. Úgyhogy el fogok jönni ebbe az irányba, hogy tudjam, hogy valójában hanyadikán van elseje. 7 mozgása van ennek a munkásnak. 7. Mondom még egyszer, 7. Brutális. Eszméletlen. Great Admiral. Hát persze. Hát miért ne? Igen, tengeren egészen vagányak, úgy mindannyian, és Poundmakert a szövetségünknek köszönhetően most már tisztán látjuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 települése van az anyaszigeten, és itt meg 2, mert a francért ne legyen neki 2. Miért? Azért, nem kell megindokolnia. Oké, valószínűleg ide is le fogok települni, ki fogok települni, jobban mondva, mert kell ez a terület, meg kell ez a terület is. Abszolút. Ide akarok kijönni. És nem tudom, hogy van egy telepesem, amit már vakon így elküldtem a nagyvilágba, nem félve természetesen a kalózoknak a martalócaitól. De valószínűleg nincs. Oké, lássuk, hogy milyen területeket használunk fel, teljes mértékben jók vagyunk, és akkor ez a munkásunk mehet esetlegesen egy másik zónába, mondjuk, hogy konkrétan ide. Oda menjél, haver! Tengeri területen a munkásom jóval többet tud lépni, mint amit korábban hazudik nekünk. És készül Poundmaker, hogy elvegye a területet. Wow! Oké, hát ez határozottan kellemetlen. Agyon verte a hajómat. Hogy tudjátok, hogy mi az agyonverésnek a definíciója, ez tökéletesen az volt. Plus one population, hol? 4, szerintem a fővárosba. Fővárosba, ugye? Nem. Akkor hol? 4, 3, 12 korona lesz. 4. Hova lerőbb? 4 esetleg? 1, 2. Oké, tudjuk, hogy mi a dolgunk, srácok, lányok, meg kell munkálnunk ezt a területet, amit a következő körben fogunk csak, és megyünk tovább Ama faluhoz. Lehet, hogy kapunk még egy populációt, ami mindenféleképpen jó. Military emergency! 30 pont. Nem kellem, hogy a pont... Passzolok. Passz. Nem. Én nem mondom a főnöknek, hogy ide katonai beavatkozás kell.
Nem fogom mondani. Szerencsétlen franciák. Amúgy őket sajnálom egy kicsit, mert... Hú, ezek mit meg nem csináltak azért, hogy hatalomra jussanak is. Toronto, 6 kör. Igen, Toronto is meg fogja kapni. Torontót is megkapják, és van 3 darab város, amit szintén be fognak kebelezni. Csak a kérdés az, hogyha nagyon nagy területet fognak birtokolni Hongkong, az ott meg is áll, és menjük a következő Antioch. Great Artist, nope. Nem, és ennyi? 1-2-3. Zanzibar, Military Tacticsnak kell a Heureka score. Megint hit, mennyit kapok? +2 hitet kapok a fővárosba. Hát annyira nem akarok rámenni a hitre, úgyhogy Bandar Brunei felé fogom tovább a küldöttségeimet terelni. Szerintem az abszolút működőképes, és erre a zónára kíváncsi vagyok. Telepeseket fogok vásárolni, hölgyeim és uraim, a mostani pénzemből szinte folyamatosan csak telepeseket, mert mint ahogy látjátok, eléggé meg vagyok rekedve a kerületkészítéssel. Na lássuk, szavazzunk! Miről szavazunk? Szavazzunk valami jóról. Military emergency failed! What? Róma miért nem reagált rá? Dido sem reagált. Krisztina sem reagált. Poundmaker meg a franciák is azt mondták, hogy nem. Saladin is. Persze az asztékok azt mondják, hogy nem. Oké. Úgy látom, hogy az a military emergency inkább csak úgy engem szivat, amikor úgy kellemesen érzi magát. Úgy engem szivat. Fene augusztusát. Még mielőtt nagyon-nagyon tovább haladnánk, srácok, lányom, meg akarom nézni, hogy itt a fregat. Nem a fregat kéne nekem. Vagy a fregat kéne nekem? Ez kell. Oké, okay, Caravel! Fel kellene fejlesztenem a hajóimat, mert az, hogy így szana széjjel verik, az egyáltalán nem okoz örömöt számomra. Sőt, el tudjátok képzelni, mennyire boldogító. De felderítek, ez még egy egészséges hajó. Itt van még egy távolsági támadás, ez már megint itt van, nem baj, kap egy pofont. Hadd fejlődjenek a városiak, el tudom képzelni, hogy beúszik a hajóhad, és kövekkel, katapultokkal dobálják és lövöldözik őket. Megérkezett a hajóm, ami azt jelenti, hogy 180 aranyat ráfordítunk, és felfejlesztjük a hajónkat, és még több. 1-2-3, ezt is el fogjuk foglalni, majd a következő munkással, amikor elérjük, és 50-es harci ereje van, amit most már nyugodtabb szívvel tudunk a nyílt vízre ereszteni. Nem tudom, hogy miért dicsért meg. Jó, rendben, örülök. Én is bírlak titeket. Embassies welcomed! Köszönöm szépen. Aztékok ellen meg van egy olyan... Quadrant 95 damage has attacked an enemy caravan... Wow! Swedish Empire! Oké! Okay. Vége van! Kezdem úgy érezni, hogy ez kicsit az aztékoknak a játéka. Against them. De miért? Csináltok valami rendetlenséget? Igen, ennek vége. Vége van a viharnak. Poundmakers declared war on... Na álljunk meg! 1-2-3 ellenség. Mi nem vagyunk háborúba velük, ugye? Mi nem üzentünk hadat, minket senki nem kérdezett meg. De most, hogyha az asztékokat megpocsékolják, az nekem jó lesz. Mert nincs is annál szebb, amikor két népet sikerül össze egymás ellen uszítani. Az valami zseniális. Az valami... Ja, gondolom, hogy mi a probléma. Ó, itt is van a katonám! Menekülj! Menekülj, maradj életbe, és jön a felmentő sereg. Felmentő hajó, jobban mondva. Felmentő hajó. Aszték, és aszték. Miért vagy itt? Hívtalak? Nem. Ugye? Igen. Ó, itt a telepesem! Oké, megyünk. Csendben, csak nyugodtan.
A székok nem fognak itt, nem fognak nekünk itt rendetlenkedni. City gain independence. Oké, van egy független városunk. És egy hurikán, és srácok, lányok, úgy látom, hogy az asztékok területe mellett, hogy ez az enyém? Ez lehet, hogy az enyém. Oké, hol a hurikán? Ott a hurikán. Kastély! Corsair! Ehhez kell a ló. 44-es közelharci ereje van, és gyorsan mozog. Alhambra? Encumbent? No, nem. Viszont a Medieval Wars az mindenféleképpen jó azért, mert turizmust is hoz. Természetesen. Oké, haver, gyere erre. Ezzel pedig szerintem biztosítjuk a telepeseknek a mozgását. Igen, biztosítanunk kell. Ide kellene kitelepülni, azt követően pedig oda kellene kitelepülni, és... Plus one envoys! Yay! Bandare Brunei! Készülj, mert jön a kirendeltségünk. Plusz kettő eraszkor, megdolgoztunk érte. Nem vagyok biztos abban, hölgyeim és uraim, hogy a mostani korszakban, a reneszánszban ugye elérjük a normál age-et, úgyhogy lehet, hogy Dark Age-ben kell folytatnunk a következő korszak felé, mert hát eléggé nem vagyunk erősek. Maradjunk annyiban. És itt meg Musketman! Wow! Okay. Az úgy érdekes lesz. Interesting. Lejövünk ide a Warriorunkkal. És választunk egy újabb kutatási irányvonalat. Mass Production. És ide kell a lőpor. Úgyhogy lehet, hogy karavellekkel kellene sakkoznom. Ide meg kell a szén. Jó lenne, hogyha látnám, hogy hol a szén. De az is lenne jó, az is jó lenne, hogyha látnám, hogy hol a lőpor. 9 kör. University of Sankor. Hát, igen. Egy kicsit le vagyunk maradva. Hogyha terveztétek, hogy hasonló mazoista... Ott a szén. És már van szene. Mennyire vagyunk hátrányba? Van szene, de lőpor kell. Értem én, csak annyira az értelmét nem látom. Tudom, hogy miért gondolja az, de... Na mindegy. Maradjunk annyiba, hogy okay. Annyiba maradunk, hogy okay, és akkor minden okay. Nos, először is akkor a hatalmunkat erre a területre fogjuk kiterjeszteni. Oda. Bontjuk a kapcsolatot, és másszunk fel. Menjünk el oda, és kövessük le. És következő kör. És ide a sivatagos dombságra fogunk, ott a torn... Azt a kutyafáját. És már van ebből kettő. Plusz kettő termelés. 11 kör. Javítottunk a helyzeten, 6,3. Nem. Viszont ezt így... Így. Igen. Jó. 4. A kettő helyett. Na, oké, elkészültök a fallas, srácok, lányok. Magtár. Az nem lenne rossz, mert nem igazán van kapacitásunk. Lehet, hogy ez már innen eltűnt. Csak nem fedeztem még fel. 3-8 kör múlva fejlődünk. 12, és mindjárt jön a telepes. Igen, ott nem, okay. A tengeri területeket nagyon-nagyon jól le tudják halászni. Nagyon-nagyon-nagyon jól. Itt pedig úgy állunk, hogy 1, 2, 3... Még mindig jól állunk, és 5 kör múlva fejlődik tovább a városunk. Te megérkeztél, barátom, oda, ahova mondtam? Igen, valószínűleg ez történt. Svédeket is fel tudnánk fedezni. Miért nem szeretnek minket? Lássuk. Unknown reason. Go against one of their agendas. Denounce the leader. Fail to make promise. They have asked for. Break a promise you made for this. Delegáció. Imádom, hogy mennyire flegma. Imádom. Egyszerűen imádom. Nagyszerű. Zseniális karakter ez a Krisztina. Eleinte abszolút nem volt szimpatikus. Nyugi, majd több pénzed lesz. Csak először meríts ki a készleteidet a háborúba. Ezt szeretném kérni. Na, szavazzunk akkor! Az első küldetés pedig Mercenary Campaigns. Produce purchase military units using the chosen currency type 100% of the cost until the next World Congress. Drágább tehát...
purchasing military units using the chosen currency type is minus 50% cost units next World Congress. Erre fogok adni, és gold! Vegyünk olcsóbban aranyból, és adunk rá kettő szavazatot, mert why not? So Castle Plaston Strange combats all players may condemn on this chosen religion and doing grants diplomatic favor. Next! Hogy van még? Jaj, választanom kell! Legyen a vízizmusnak plusz 4 szarci ereje! Lássuk, srácok, lányok, hogy valójában mire szavaztak. Eléggé gyenge beleszólásom van. A hindizmus megkapta a plusz 10 strange-et, és 8-an mondták, hogy igen, és egy mondta az, hogy nem. Az az egy pedig szerintetek ki volt? Hát persze! Persze, hogy a Saladin. Ja, oké, okay, jó. Egy, kettő hindizmus. Kettő ponttal ment a hindizmus. Tehát, hogy erre adok kettő pontot, akkor az ellen, a gép is ad rá kettőt. Fate! Ó, nehezebben tudnak hitből vásárolni! Hát ez jó hír. Ez szerintem egy egészen jó hír. Oké, okay, másszunk ki oda, aztán pedig átmenjünk oda, mert egy terület és kettő terület, egy, kettő, három, kettő területet tudunk megmunkálni a szárazföldön, kivéve akkor, hogyha felszedjük ezeket az ásványokat, és miért ne szednénk fel alapvetően? Miért ne szednénk fel? Simán felszedhetjük. Simán! 50-es harci erőnk van, srácok, lányok, itt viszont még mindig kevesek vagyunk, de megyünk a fejlesztés irányába. És elkészült egy újabb telepesünk, nagyszerű. Megyünk és telepedünk. Telepedünk és telepedünk. 5 terület, 1-2, 1-2, ez jó, oké. Na, be fogunk indulni hamarosan? Nem lenne rossz, hogyha beindulnánk, abszolút tudnám támogatni. Government Plaza, campus is kellene, mert eléggé le vagyunk maradva. De én azt mondom, hogy 8 kör, szintén maradunk ott, ahol voltunk. Kell egy építész, mindenféleképpen kell egy építész, és innen kell a fővárosból az építész, köszönhetően a piramisnak, illetve a kormányzónknak, ami egy nagyon-nagyon fontos pont. Igen, hamarosan tudunk újabb területet megmunkálni. Mi az, amit esetleg medieval wall 15, ó, de sok. Viszont akár egy kampuszt is le tudunk kidarakni, ugye? Kampusz vagy holy site? Szerintem a kampusz lesz a jó választás, és a kampusz nem lesz jó választás, mert bónuszt nem kapunk. Holy site-ra pedig... ez itt erdő? Tundra wood, igen! Wood! Ugye? Igen! Wood! És azt már meg tudjuk munkálni, illetve még egy területet tudunk megmunkálni, valamint ha ez a terület is kellene nekünk. Az is kellene. Van már egy kikötőnk. Kell a kampusz, és a kampusz itt lesz. Itt. Ennyi, kész. El van döntve. Meghoztuk a döntést. És ott már van kettő terület, amit esetlegesen... Na várjunk, van pénzünk. Van pénzünk, és... Aqueduct... Mit tudunk vásárolni? Azt nem tudjuk megvásárolni, mert ugye kerület. És ahhoz spéci dolog kell. Caravel 960. Drága, de megéri. Drága, de megéri. Build unit with musketman, ahhoz nincsen alapanyagom. Aqueduct, great scientist, lumber mill, build to shipyards. Azt mindenféleképpen meg fogjuk csinálni. Hol a ship? Itt a shipyard. 10 kör múlva meg lesz. Plus one more embert units, igen. Mine improvements, igen. Szenet akkor itt már látjuk. Az olaj pedig az kicsit arrébb van. Hát oké, okay. Plusz 2 embert units, Panama Canal. Hát. Mi az, amire most konkrétan szükségem van, azért körözök folyamatosan, azért keresek. Erre van most szükségem, 7 kör. 2 Spearman. Mi ez kellett a 2 hajó? Valamihez kellett 3 workshop, az nem fog megtörténni, 2 shipyard az meg fog történni. Neighborhood, seaport, hydroelectric dam, az sem fog megtörténni, oil power, az talán srácok, lányok, az talán meg fog.
Jó, most egy kicsit így elmerengtem, hogy, mik legyen a, hogy mi legyen a következő. Ki a Unit with Masked Man? Sajnálom. BLD University. Sajnálom. Sajnálom. Oké, akkor menjünk tovább. Nem igazán kell egységet készítenem, bár lehet, hogy egy karavelt nem lenne rossz vásárolnom, hogy fel tudjam venni a harcot, így a kalózokkal, az abszolút szerencsés lenne szerintem. Vagy egy építészt. Három egységet. Három mozgás van. 1, 2, 3, 4 és 32 kör. Vagy egyszerűen csak menjünk tovább és vegyünk még egy telepest. És oda kitelepülünk. Mert oda már ki tudunk. Na, jöjj meg! Igen, és ne oda barátom, ide menjünk fel a sivatagi hegyre. Az ott eszméletlen jó lesz. Nagyon jó lesz. Higgy nekem, az ott remek lesz. Fantasztikus. Hát, azt hiszem, hogy megint megfogtam az Istennek a lábát. És kerülnöm kell, mert nem engedi, hogy eljöjjek. Az a banános terület is kell szerintem. Szomorú vagyok, de kell. Jó, oké, a termelés itt kezd helyreállni. Így kezd helyreállni. Úgy szépen lazán. És egyébként eléggé... 6 kör múlva megint fellázad? Ó, jön Poundmaker visszafoglalni a... Elfoglalni a várost! Elfoglalni a várost, bocsánat, bocsánat. Oké. Itt készítsük el a településünket, ami katasztrofális. Tudom, ne ítéljetek el emiatt, de ezt muszáj meglépni. Ezt muszáj. Téged pedig felfejlesztünk, hogy a lehető leghatékonyabban tudjál majd harcolni az én oldalamon! Azt a rezet lehet fel kellene szednem és ide is lerakni egy kampuszt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 terület. Akár. Akár. Látok benne fantáziát. Chose production. Hát igen! Mit tudunk megvásárolni? A monumentet tudjuk megvásárolni és a magtárat. Szerintem ezt mind a kettőt megvesszük, 4-en vagyunk már, és tudom, hogy messze vagyunk, de itt vásárolok egy munkást. Vásárolok egy munkást. A tengeri területeket meg kell munkálnom, ugyanis már 4 zónát tudok felhasználni, és az a 4 zóna egyáltalán nem működőképes. Granary, és amit csinálunk, az nem más, mint egy harbor. Ide. Igen, ide nem akarom lepakolni, de... Plusz 3. Ott is plusz 3. Miért ide akarom ezt lerakni? Na mindegy, hát hogy többet kapok, hogyha azokat a halakat szépen megművelem. Megművelni a halakat! Új definíció! Hát így péntek délután megműveltem a halakat. Nagyszerű halak voltak, nagyszerű halak lettek. Sikerült ügyesen megművelnem őket. 5 cselekeretem van még. 5-ös, 1, 2, 3, 4, 5. És talán valami tengeri területet akarok még, mondjuk oda, vagy halak. 10 kör. Oké. Pluszban megyünk, srácok, lányok, míg ezt a rákot ott megművelem. 5 kör múlva ott fejlődünk, 5-ösök vagyunk, 1, 2, 3, 4, és munkás hiány van, átjöhetünk ide is. Következő kör. Kéred a lőpor? Van megint 8 lőporom? 61 és nyitott határok. Valahol van lőporom, és ezt észre sem vettem. Valahol ráépítettem a lőporra. Valahol! Oké, okay, kereskedő köztársaság, meg is vagyunk, srácok, lányok. An earlier naval units, plus a production industry era and naval units. Faster growth and triality per turn for cities is not your original capital continent. It's awesome! Fantasztikus. Fantasztikus. Természetesen a kereskedő köztársaság irányába fogunk menni. Plusz 2 era score megszereztük. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és most már kiegészíthetjük magunkat néhány dologgal. Abszolút ideje volt már. Influence point, city first and boy. Going for each, igen. A arany, az jöhet. És kereskedő útvonalak. Nem. Nem. It's not your continent. Ide. Igen. Classical wonders. Mi az, ami még nekem kell? Nem campus, nem holy site.
Purchasing tile, nem. Theater square plus, igen. Valamit arra lentre még tudok pakolni. Ez jó lesz majd később, hogyha a lőport szeretném lecserélni. Mert hogyha szeretném fejleszteni a hajóimat a lőport felhasználásával. Plusz 2 arany, plusz 1 tudomány és plusz 1 kultúra. Igen. Így lesz a jó. 52 kultúrát kapok, ami sovány. Az az igazság, hogy határozottan sovány. 52, 32, 51, 42, 47. 52, 87, 11, hát nem, igen, oké, 103. Tehát még mindig tudunk fejlődni, mindig tudunk fejleszteni, és ez abszolút folyamatos lesz. De még van egy kis dolgunk, srácok, lányok, az az igazság. Wow. Le tudom gyalulni a... Az igen. Az igen. Le tudom gyalulni, le is gyaluljuk. 5, ennyi, kész. Victory. Nem is tudtam, hogy ezek a katonák ilyenre is képesek, de ez abszolút jó hír. És lassan, hölgyeim és uraim, betelik minden talpalatnyi hely, és már csak az ilyen szélsőséges szutyok, szigetnyúlványok, tundranyúlványok maradnak számunkra. Mondjuk ez is egy olyan terület, amit jó lenne. Ó, ott a szarvasgomba! Ott a szarvasgomba is rá kellene települnünk. 1, 2, 3. Igen. Igen. Arra ott rá kellene települnünk. A szarvasgombára. Na várjunk, ne kapkodjunk. Megnézzük először, hogy a lojalitás mennyire viselné meg a csapatunkat. Biztos, hogy megviselné. Biztosan. Minusz 7. Nem! 11 kör. Vagy 1160, megvárjuk. Sokkal jobban kijövünk, hogyha ruatóriából választunk egy bizonyos irányvonalat. Na lássuk, hogy milyen kulturális vonalon menjünk tovább. Természetesen a humanizmus fogjuk választani. Taj Mahalra nincsen szükségünk. Ellenbe a privatírre igen. Mini Strange 40, Range Strange 50. És nem látom a követelményét. Enlightenment, szabadságszobor. Ez nem kell neighborhood. Water park, erre van szükségem. Tehát akkor egyöntetően mehetek tovább itt, ugye? Great merchant, commercial hub, industrial zone, industrial light cavalry units, renaissance medals, wonders. Nem, csodákat sem nagyon akarok készíteni. Inkább csak haladni akarok tovább, gyerekek. Csak haladni akarok tovább, és kell a guild. Gondoltam. Az nem gondoltam, mert ha gondoltam volna, akkor nem mondom azt, hogy nem kell. De értitek, hogy mire gondoltam. Na most pontosan arra gondoltam. Na, hogyha már így megbeszéltük, hogy mire gondoltam, akkor itt felfedezem még ezt a területet, hogy valójában tisztában legyek azzal, hogy a svédeknek mekkora zónájuk van, mert itt van egy elég nagy vakfolt. Ezzel egy fantasztikus hal grafikával, és ezt szeretném egy kicsit jobban feltérképezni. Oké, megvan a munkásunk, ugye? Munkásunk lett. 1145, és nekünk pedig 1160 kell, vagy pedig készítünk még egy telepest. Még egy telepest, 8 kör. Figyeltétek, amúgy katonát mennyire nem csináltam? Ez valami fantasztikus. Ez valami zseniális, hogy mennyire nem készítek katonát. Ez a terület is jó lenne. 1-2 nem lenne jó, kevés a tengeri terület. Viszont ez rák, teknős, rák, 2 nyersanyag. Igen, mondja, hogy telepedjél le oda. De azt már kevésbé ajánlja. Ide kellene még egy város. Ide. Valahova. Illetve... Ide. Meg ide. Meg ugye oda, ahol az előbb mondtam. És szerintem ki is fújt. Ezt miért nem láttam?
Mondjuk eléggé messze van, de én lehetnék a birtokosa ennek a zónának. 3-4 terület. 1-2-3. 1-2-3. Ide is lepakolhatnám. Egyébként, ja. De ezzel az emberrel nem arra megyünk, srácok, lányok, hanem szerintem stabilizálni fogjuk az erőnket, és oda fogunk letelepedni. Ide. Mondjuk úgy ide. Hogy legyen elég szárazföldünk, távol legyünk még Ngazgramutól, mint ha csak Arnold Schwarzeneggel akarna valami nyelvtörőt mondani, olyan neve van ennek a településnek. És természetesen jöttek a rákok. És egy újabb munkásunk készült el, 5 cselepése van, mert ugye kivettük a kártyát, ami plusz 2-re még feljogosítja, és 10/10. Nincsen több lakhatási lehetőség. 9 kör a kampuszig, úgyhogy tovább kell majd fejlesztenünk. De most még nem kell. Most még az van, hogy nem kell. És akkor menjünk tovább. 5. Igen, ide mindenféleképpen kell, és megy oda. Jó. Oké, ide jön a munkásunk. Ott megmunkál egy... Miért mondtam meg kétszer, hogy ugyanolyan rosszul? Megművel ott egy területet. Oda visszamegyünk. Veled pedig védekező állást fogunk folytatni. Azt a halat is megmunkáljuk, és egyből sokkal jobban fog állni a helyzete ennek a településnek. Oké. Jól van. A svédektől nem kell félni. A svédek hasonló szerencsés helyzetben vannak, mint én, csak hát nekik olyan szerencsés helyzetük volt, hogy egy ekkora szigetet találtak. Mi meg nem, az az igazság. De hát ez Embassy's Welcome Here. 201, egy aranyat kapunk, horribilis mennyiségű pénzt kapunk. Ez jó, ez nagyon jó. Ez fantasztikus. 4 cselekvés, Poundmaker elfoglalta, ezt erősítenem kell majd egy kormányzóval, mert itt nem lesz valami vicces dolog. De mivel Poundmaker harcol velük, az asztékokat meg is gyengítheti, és Poundmaker, mivel szövetségesünk, meg is erősödhet. Bár ő annyira nem tud a tengerből táplálkozni, mint mi, úgyhogy ez megkérdőjelezhető, ez a döntés, amit most hozott. Határozottan. Abszolút megkérdőjelezhető. De én, srácok, lányok, nem azért vagyok, hogy megkérdőjelezek, hanem azért, hogy sunyiba szépen lenyomjam majd a gonoszt, lenyomjam az enemit, és össze-vissza fogok települgetni, úgy, ahogy nem szégyellem. 5 populáció... Igen, itt veszünk egy zónát, ami pedig 100 freaking 70-be kerül, rengeteg, és a következő körben azt a halat is szépen fel fogjuk majd dolgozni. Elosztok, jóság. Örülök, hogy a svédek nem olyanok, mint valamelyik játékban. Borzalmasak voltak, nagyon-nagyon erősek voltak. De most teljes mértékben tűrhetőek. Lássuk, hogy kibírja az arcunkat. Dido-val kellene még megszerettetnünk magunkat. De ő annyira nem csipáz minket. Megyünk tovább, és oda kérlek. Oda telepedjünk. De nagyon hirtelen. Jó, te maradsz itt védelmi pozícióba. Hogyha bármi virgács lenne, akkor tudjál reflektálni. Ennyi volt a munkásunk, 5 területünk van, egy kör múlva már 6 populáció lesz. Az ott egy szerencsés hely. Az ott egy határozottan szerencsés hely. Te miért rász ott? Oda értél? Na, mit tudunk csinálni, srácok, lányok? Lighthouse természetesen, hogy kereskedelmi útvonalunk bővüljön plusz 1-jel. Mindenféleképpen kell. 13 kör. Igen, a termelés az nem az erősségünk, de lássuk, hogy tudunk-e változtatni ezen. Nem, ez legyen. 10 kör. Oké. 10 kör, elfogadjuk. 5 populációval már lehet valamit aprítani. Az már abszolút működőképes. Lássuk a következő termelésünket. 9,4. És nincs rá fókuszálva. Ez mondjuk eléggé interesting. És azt mondtam, hogy innen viszek oda egy telepest, ugye? És innen viszem a munkást. Tehát. Telepes. Egy kör múlva fejlődünk. Így kell csinálni. Remek. Medieval Harbor. Plusz 3. Oda egy harbort. Az mindenféleképpen bölcs lenne. Jó, jöjjön a kikötő. Jó, rálátásom az van. Oké, megyek körbe. Szépen körüljárom az egész szigetet. A lényeg az, hogy a lehető legnagyobb területet felfedezzem a világból. És következő körben látom, hogy hol van még.
5, 1, 2, 3, 4, 5, gyere oda barátom, oda még kell egy fűrészmalom. Következő körben látni fogom, hogy hol van még puskapor. Egy puskaporom már van. Kivel szűnt meg? Jó, azzal vissza, visszacsináljuk a barátságot. Szuper! Military Engineer is on, mert nagyon-nagyon kell. És Rifling! Nagyszerű. És... van! El sem hiszem. El sem hiszem, hogy van egy... van egy lőporunk! Van egy lőp! Remélem a színnel is hasonló szerencsések leszünk. Igen, ott a stratégiai nyersanyag. Valahol még itt esetleg megnézem, hogy van-e, de... ott nem látok. Ott van még egy lehetőség, hogy kitelepedjek, mert miért ne települnék ki. Itt az én rálátásom szerint nincs. Bár azt a... lehet, hogy itt le lehetne menni gyalogsági egységgel. És van eszem, mert ide kitelepült, és oda is ki kellene települni. És nem tudom, hogy merről lenne célszerűbb mozdulni. Lund. Hát mindenféleképpen erről, így nyugatra el. Oké, lássuk, hogy milyen irányba haladjunk tovább, hölgyeim és uraim. Mindenféleképpen ezt kellene erőltetnünk. Musketman or Shipyard. Citizen slot. Igen. 4 tudomány. 4. Úgyhogy zárkózhatunk fel, gyerekek. Zárkózhatunk fel, de nem vagyunk abszolút annyira rosszak, mint amennyi, ahova gyakorlatilag kerülhettünk volna. Oké, meg vagyunk. És menjünk oda. 8 kör. Remélem nem gondolja azt, hogy rá fog telepedni ide a szarvasgombára, mert itt amúgy rengeteg tengeri terület van, ami abszolút hasznos lenne. A stékok, friendship. Igen, igen, hát kereskedünk velük. Kereskedünk, tudják, hanyadikán van elsője. És lehet, hogy kellene valamit csinálnunk, mondjuk Dido, delegation. Unalmas vagyok. Fanciák, ők miért nem szeretnek? Nem is látom, hogy nem szeretnek. Nem. Nem. Oké, akkor nem. Ez egy határozott nem. Rendben van. Great Library, Great Lighthouse, Forbidden City és Mont Saint-Michel. Independence, Peace. Ezt én birtoklom, Zanzibárt. Azért van itt rálátásom! Azért van itt rálátásom! Zanzibár... egy katonája van? Az a Swordsman? Az az összes katonája? Jesus! Oké, várhatunk még a hármassal, mert ugye egyetlen egy shipyardunk sincs, és Toronto a végét járja. 4 és 5 és itt pedig 5-8. Azt a területet használjuk, de lehet, hogy valamilyen tengeri területre kellene inkább rámenni. 1, 2, 3. Aha, nyilván a teknős. Oké. Nyilván a teknős. 170 aranyamba fájt, de ez mindenféleképpen meg fog térülni. És a zónánkat is tudtuk ezáltal növelni. Itt is maradjunk készen létben, mert sose lehet tudni, hogy hol fogja felcsapni a gonosz a fejét. Következő kör. 6 kör múlva lehetnek workshopjaink, ami nagyon jó. De nem valószínű, hogy ki fogjuk használni, mert pocsék termelésünk van. Oké? Okay. Azt hittem átérnek. Meg is lepődtem volna. Szuper, mostantól kezdve lőport termelünk, mint a nem normális. Ja, mondjuk az erős túlzás, de termelünk. Termelünk. Na mi az, ahova még nekünk figyelmet kellene fordítanunk? Ez a terület. Ez a zóna. Úgyhogy 12 kör alatt jöjjünk ide le szépen, és lehet, hogy ide még ki fogunk települni. 1 és 2 településsel. Csak remélem, hogy a barbárok nincsenek itt. Úgy látom, hogy nincsen, abszolút. Igen, elfoglalták a területet, de oda akarok, úgyhogy Swordsman, légy szíves, menj arrébb. És kitört egy vulkán, srácok, lányok! Kitört egy vulkán. Volcano. Nagyon jó, akkor most... Guild megvan.
summit great merchant points, plus 2 culture to all rainforest tiles in the city, plus 1 production all rainforest tiles for this city. Megvan a nép, hogy melyik nép épít erre a csodára. Szóval ez is egy nagyon jó kihasználható csoda lenne, de most nem az. Most egyáltalán nem az. A settlers banking az megkapta a bónuszt, és mi itt 3 kör, úgyhogy még tartjuk. Government tile, és lehet, hogy már itt kellene, és csökkentenünk kellene. Plus 1 culture for each citizen in the city. Igen. Így van, plusz 1 kultúra. Oké. Következő a plusz 1 tudomány lesz, mert hogyha berakom egy 12-es vagy 10-es településre ide, 11-es! 11-es! Oké, azt a fűrészmalmotot mindenféleképpen meg kell csinálnunk. És megnézem, hogy itt mennyire tudunk egy munkást vásárolni a továbbiakban. 390, meg is vettük. Legalább ennyire gyorsan. Fűrészmalom az még mindenféleképpen szóba jöhet, mert a lőporral... 3/4! Újabb kereskedelmi útvonalat tudok létesíteni, és ez hol volt? Kinél volt? Ez... Poundmakernél volt. Wow, plusz 20, plusz 3, plusz 4. Igen, a kártyám miatt kapok ennyi kultúrát és tudományt, de Poundmaker lehet, hogy tudna kedvezőbb ajánlatot tenni, és még egy tudományt ki tudnék belőle húzni. 4, 3, 3. Jó lenne, hogyha lehetne kategorizálni, de egyébként ez is jó. Ezt is jónak tartom. Simán. Simán jónak tartom egyébként. Simán. Csak vásárolnom kell egy papot, hogy a vízizmus megtartsam. Hölgyeim és uraim, az a problémásabb helyzet, hogyha nem a vízizmus hit alatt van a településem, akkor a tengeri területektől nem kapom meg azokat a bónuszokat, amiket valójában én szeretnék. Abszolút nem kapok meg. Vízizmus. Igen. Igen. Jó, oké, elkezdem téríteni. Mert ugye a tenger adta God of Sea plus and production from fish boats. És ez a terület itt nem vízizmus. Ugye? És nézzük. Fish boats. Nincs is fish boats. Rák. Na, ez, inkább ez. Erre leszek kíváncsi. Egy termelést kapok. Ellenbe a fővárosban megnézem, hogy mennyit kapok. Lehet, hogy nincs is igazam. Egyet. Oké. Akkor alapvetően az én népem a vízizmus hitét vallja. Alapvetően szerintem így van. Szerintem így. Mehetünk a következőre. Akkor nem vásárolom még hitből. 3 darab szenet kér, és ad érte nagyon-nagyon minimálisat. Vigyed? Majd kivásárolom. De az is lehet, hogy birtoklunk szenet, csak még nem tudjuk. 20 lovat, és kapunk jádét. Nagyszerű. Ezzel barátom valószínűleg fel fogjuk idegesíteni. 20 vas és dohány. Mindenki meg akar válni a cuccától? Igen, szövetségesekkel és szövetségjelöltekkel mindenféleképpen kell üzletelnünk. Menjünk tovább. Azt a település még ott a magaménak akarom tudni. És ez az, erről van szó. Végre. Oké, azt mondja, hogy 1, 2, 3, és az megvan, az is, és 1, 2, 3, az pedig már nincsen, de ide jöhet még egy település. Úgyhogy, szépen. Ah, köszönöm szépen. Truly impressive. Nagyszerű. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Most érkezik a 8., ugye? Talán a 8. emberem. 8. telep. Az ott megvan. Mi az? Ott nincs. Tehát mindenféleképpen ezt itt megmunkáljuk. Következő körbe. Illetve utána megyünk le délre. Nagyon fontos. Nagyon fontos. És itt megveszik a magtárat. Kell a plusz egy kaja. Until starvation. És itt pedig vásárolunk egy munkást. Következő körben. Természetes. Következő után... Nem. Következő körben már tudunk. Tehát akkor egy munkás. Monument legyen a kérdés nélküli épület, amit le fogunk pakolni. És hamarosan megérkezünk Szín-Szín-Szaladin határaihoz. Szerencsére
rengeteget játszottam a Strong Cold Crusade-del, és így a Saladin névhez abszolút pozitív élmény tartozik. Nem, nem tartozik. Oké, 164 freaking kör múlva sikerül megcsinálnunk. Mert onnan kivettük a 3-3 termelést, de miután megvan a világító torony, megvan a kereskedő, utána visszaállunk megint a kajára. Tehát nekünk most nem égető ezt megcsinálunk, tehát elaltatjuk itt a munkást. Itt mindenféleképpen a 3 kaja az kell, azt követően pedig le fogunk menni valahova... ide. Igen. Következő kör! Kíváncsi vagyok, hogy mit fog szólni. Egyetlen egy dolog biztos, nem fog örülni. Ez 100%. Oké, barátságoknak vége. Ezen változtatunk. Declare friendship. Oké, mindenféleképpen legyünk barátok. Tudjátok? Jó fej vagyok. Tartsuk meg a jó kapcsolatot. Egyébként, hogyha még a maradék... hogyha mindenkivel szövetség... ó, Poundmaker. Alliance. Research. Alliance. Accept. Kanada. Kanada. Most béke van. Alliance. And cultural alliance. Elfogadja. Oké. Okay. Róma. Róma. Alliance és economic. Gazdasági. Oké. Okay. Képítettem a szövetségi hálózatom, a srácok, lányok gyakorlatilag két részre osztott a világ. Aki nem szeret minket, meg aki szeret, és nem tudom, hogy egyébként többieket miért szeret engem, meg miért nem szeret. Nem látom annyira az értelmét, de nagyon szépen megkajálja a mesterséges intelligencia azt, amit akarok csinálni. Hú, de gyönyörű volt ez. Hú, de nagyon gyönyörű. Oké, következő kör. Ezt mindenféleképpen meg akarom csinálni. Igen, itt a kereskedő az mit is csinált? Nézzük. 14-2, 16-1-1. Velük mindenféleképpen kell kereskednem. 12... itt van kiépített kereskedelmi állomás. Azért is ad annyit. 14-2-1. 12-2 és egy termelés, de akkor nem kapok egy kaját. 2 termelés, 12-2. Lehet, hogy ő lesz a jó. A többiek pedig... igen, 2 termelésre rá fogok menni. Oda. Ez az. Majd utána a szárazföldre is menni fogunk. Na, még egy telepes. És ezt a telepes mindenféleképpen ide fogom kihozni, és mivel négy... Nem a saját kontinensre fogunk menni, hanem egy idegen kontinensre. Ezért megkapjuk a bónuszt, és a bónuszból egy újabb telepest tudok majd vásárolni, ami... zseniális lesz. Ami zseniális. Jó, azt még nem tudunk. Lehet, hogy egy egységet kellene utána küldenünk. 20 ló. 44-es erő. 36. Igen, őt kellene utána küldenünk, 7-es körbe kerül, vagy pedig még egy kerületet megpróbálok megkockáztatni. Campus, Encampment, Medieval Wall, 8 kör, Medieval Wall. Mindenféleképpen. És itt nem igazán annyira, nem igazán jó ötlet, de nem ezt fogom csinálni, srácok, lányok, természetesen itt fogok vásárolni magamnak Buildert. És könyvtár végre, el se hiszem! 177. kör, és az első könyvtáram megszületett. Én viszont, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, mert ha nem állítom most meg, akkor ez is megint egy ilyen másfél órás rész lesz, aztán egy olyan 50 percnél meg akarom állítani, ezt most meg is teszem. Nagyon jól haladunk, egyre több fele terjeszkedünk, és a svédeknek is eléggé pozitív a véleménye a civilizációnkról. Tudományon kicsit fejlesztenünk kell, arra majd mindenféleképpen figyelmet fordítok az elkövetkezendő időbe, de szépen terjeszkedünk, lassan mindenhol megtalálhatók vagyunk a vízi világban, mi nagyszerű kupéknak, és az egész maori civilizációnak. Meglátjuk, hogy megnyerjük ezt a kampányt. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!